Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Kátai Gábor Kórházban, hiszen egy jelentős adomány érkezett a városba. Erről beszélgetünk Dobos László polgármester úrral. Itt mögöttünk matracok, kerekesszékek, sok-sok minden van, mint egy 7 millió forint értékben. Gondolom, hogy ez nagy öröm a városnak, hogy ez az adomány ide érkezett. Hát minden jó szándékú segítséget természetesen örömmel fogadunk, és két intézmény gazdagodik egyrésztről a Kátai Gábor Kórház, ami ugyan nem önkormányzati fenntartású már, de ettől függetlenül örülünk, hogyha gyarapszik az eszközállományuk, és hasonlóképpen egy része az itt látható, mögöttem látható eszközöknek pedig a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás idősek otthonának az eszköztárát fogja gyarapítani. Gyakorlatilag mind a két intézmény a városban van, így aztán örömmel fogadtuk ezeket a segítő szándékú adományokat. Itt elhangzott, hogy többször érkezett már egyházi segítséggel a kórházba is, és a városba is adomány, ez is egyházi segítséggel érkezett. Hát nagyon régi jó kapcsolat van itt a holland református egyházzal, a karcagi és környékbéli egyházakkal, így megtapasztalhattuk ezt már évtizedekkel korábban is, amikor például elindult a református általános iskolának a berendezése, eszköz feltöltése, már akkor komoly adományok érkeztek Hollandiából, és azóta is folyamatosan ez gyakorlatilag időszakonként, akár évről évre is megtörténik. Reméljük, hogy még sok hasonló adomány érkezik, hiszen ez mind azt jelenti, hogy támogatnak ott bennünket, és a itteni kórházban is, a szociális otthonban ellátottaknak javul a ellátási lehetősége. Hát ez az egyik előnye és pozitívuma ennek, a másik pedig az, hogy azért az emberekből még a segítő szándék, az együttműködési készség nem veszett ki végérvényesen. Ennek is ez is egy szép példája ennek természetesen, és itt az egészségügyben is tudjuk nagyon jól, hogy együttműködés nélkül, közös munka nélkül a betegeknek a gyógyítása sem történhet meg, hiszen minden szakaszt más-más részleg végez. Ha valaki bekerül valamilyen betegséggel, akkor elképzelhető, hogy rögtön menni kell a röntgenbe, laborba, és lehetne sorolni mi minden helyre ahhoz, hogy aztán a végső diagnózist felállítsák, és meg tudják gyógyítani. Tehát ez egy közös munka, egy együttműködés feltételez, mint ahogy egy ilyen adománynak a beszerzése, összegyűjtése, elszállítása, szétosztása is egy együttműködést takar. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Az adományok átadása után dr. Fazekas Sándor főnövelésügyi minisztert kérdeztük. A Karcagi Kátai Gábor Kórház és a Karcagi Idősek Otthona jelentős adománnyal gazdagodott. A Magyar Református Szeretett Szolgálat a Tiszadersi Református Egyházközségen keresztül, amelyet Fodor Gusztáv nagy tiszteletű úr vezet, hollandiai adományból származó matracokat, kerekesszékeket, textíliákat, gyógyászati segédeszközöket hozott ide Karcagra. Ezáltal a nagykunsági és középtiszavidéki betegek gyógyítása az komfortosabb lesz, könnyebb lesz, segíti a gyógyító munkát, és a szociális otthoni ellátás, elhelyezés feltételei is javulnak. 7,5 millió forint az adomány, amely mindenképpen egy jelentős tétel, és a jókarban lévő felújított intézményekben is olyan hiányokat pótol, amelyekre eddig nem volt lehetőség. Az Európai Unió túlsó részén, túlsó színen található Hollandiát régi református kapcsolatok kötik össze Magyarországgal. Ezek egyfajta közösségépítő, közösségszervező erőt is jelentenek, és az, hogy ilyen sokak összefogása eredményeként gazdagodott, gyarapodott az intézményi felszereltség, az minden köszönetet megérdemel.